Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Beugrottam itt egy eres alá, mert hogy akkora kibaszott nagy szél van, hogy letépik a fejemet, és még itt van valamennyire szélcsend, úgy ahogy, mert gyorsan rövidre fogom, mert nem akarom hosszan a munkát időt, meg mit tudom én, hogy mikor lesz az ebből valami nagyobb vihar. Szóval, hogy az van, hogy azt vettem észre, hogy itt Angliában mindent lehet, amivel kibasznak veled. Tehát egyrészt az van, hogy van ugye a szomszédunk, szembeszomszédunk, aki most még szembeszomszéd, akit elkaptak és lecsuktak drogdílerkedésért hivatalosan, tehát nem az van, hogy hallomásból tudom, meg lett írva a Warringtoni újságban, fényképpel, ott volt a letartóztatásban minden információ, hogy kapott 1 év 3 hónapot. Letöltendőt. Pláne mert ugye, hogyha ellenálltan rendelő intézkedésnek több ízben. Ehhez képest ebből az 1 év 3 hónap letöltendőből letöltött 2 hónapot, és már megint itthon van. Hogy? Ennyi jó magaviseletű volt, vagy mi? Vagy például olyan felvételt kapott, vagy mi van? Pedig bármikor tudom tanúsítani, hogy drogdíler volt, hiszen én láttam, hogy hogy hívják, hogy dílerkedik, tehát tudom pontosan, hogy mit csinált. Na mindegy, de csak az érdekes, mert hogy általában ő szokott hepciáskodni, hogy föltartjuk a forgalmat, miközben ugye, na, 5 percenként járt le az a kurva fingával, vagy legalábbis régen 5 percenként járt. Na, ez az egyik. A másik, amin főbaszta magam, hogy létezik ugye itt Angliában ez az Universal Credit, amilyen mindenféle támogatás együtt. És az elmúlt, hát nem mondom, hogy az elmúlt fél évben, de mondjuk az elmúlt 4 hónapban egy jelentős összegű segítséget kaptam tőlük, ugye elosztva havonta, ami nagyon meg is lepődtünk mind a ketten a párommal, de minden pénz jól jött, annak ellenére, hogy ez se segített ki igazán a szarból. És most, ugye szeptemberben elkérték a kimutatást a diákhitelemről, elküldtem a dokumentumot. Az alapján kaptam X összeget, mindegy, most nem fontos a pontos összeg, kaptam X összeget Universal Credit címén. Most megint elkérték a dokumentumot, ugyanazt a dokumentumot küldtem el, tök ugyanazt a dokumentumot küldtem el, újra számolták, és most rájöttek, hogy 3450 font túlfizetésben vannak. Bazd meg! Most jöttek rá, érted? 3450 font túlfizetésben, egyébként nem voltak annyiban, de mindegy. És bazd meg, karácsony előtt lenulláztak minden kifizetést. Most kaptam egy kis pénzt, igen, amire pont kitörölhetem. És bazd meg, hogy hívják? Egyszerűen sulájkék minden támogatás így tak, szépen megvágnak. Nem kaphat segítséget, kész. Lófasz a seggedbe, meg esti fény. Na és ha nem kaphat segítséget, befejező tétele, ugye, amiről már volt külön vlogom, az agyfasz folytatódik, az NHS agyfasz. Ugyanis akkor rosszul mondtam, mert nem 3, csak 2 mentőtársasággal beszélgettem. A harmadik az nem külön mentőtársaság, csak egy külön csapata, egy külön segítő csapata az egyik mentőtársaságnak. De mindegy, végülis 3 kollektíváról van szó. És az meg ott tartunk, ahol annó, tehát kb. Egy hete volt ugye az a kiakadós agyfaszlogom. Tehát pontosan ott tartunk, mert most már megint megpróbáltam fölhívni őket, hogy megkérdezem, hogy most van egy időpontunk január 4-ére, hogy arra, az még egy 2 hét, arra hajlandóak kell segítséget nyújtani.
és bazd meg senki nem tudja, hogy ki az illetékes. Tehát ugyanazt elmondhatnám most megint, amit akkor annó abban a videóban, abban a vlogban, hogy az egyik mentőtársaság átküld a másik mentőtársasághoz, mondván, hogy Warrington az ő hatáskörük. És az tény, hogy Warrington az ő hatáskörük, és ennyivel lettem okosabb mondjuk azóta, hogy kiderült, hogy tény, hogy Warrington az ő hatáskörük, viszont a nagyon egy speciális mentőellátást igényel, ezért visszairányítanak azokhoz, akiknek viszont már nem hatásfelülete Warrington. Tehát itt állok megfülödve, és én szervezzem meg, bazd meg, hogy hogyan menjünk el a kórházi időpontra. Margit, normális? Él, ógyan meg, mi a faszomnak van a mentőszolgálat. És nagyon kedves mindenki, nagyon aranyos mindenki, hogy hát nagyon sajnáljuk, de hát az van, hogy én ezt tudom, hogy mennyire sajnáljátok, meg mi van, azért van elvileg ez a szolgáltatás, hogy segítsen, hogy elvigye a beteget. De már most, ha az én feleségem ennyire bonyolult, és ennyire megoldhatatlan feladat, akkor mondjátok azt, hogy bocsi, de konkrétan a te feleségednek ez, meg ez, meg ez, meg ez a baja, és ezért mi nem vihetjük el. De akkor viszont tessék nekem mutatni egy olyan mentőszolgálatot, aki ezt a transfert le tudja bonyolítani. Mert nem hiszem el, hogy amikor ténylegesen mentőt kell hívni hozzá, és segítségre van szüksége, és be kell vinni a kórházba, és nem időpontra, hanem rendes ambuláns, tehát ambulanciával kell menni, akkor van mentő. Igaz, hogy akkor is nehezen találnak egy megfelelő mentőt, de van mentő. Ugye múltkor, amikor amikor be kellett vinni, amikor elesett iszhag, akkor csak úgy tudtuk kivinni, hogy félig szét kellett kapni a lakást, tűzoltókat kellett hívni, és konkrétan két mentőtársaság meg a tűzoltók vitték le. De már most, ha ez ennyire bonyolult, akkor én értem, hogy nem akarják vállalni a mentősök egyedül. Na de az meg nem lenne annyira bonyolult, hiszen mi megpróbáljuk megkönnyíteni nekik, és én elmagyaráztam, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni, de ne én akarjam tudni, érted? Tehát én akarok segíteni nekik, hogy nekik megkönnyítsem azért, hogy ne találjanak kifogást, de az meg akkor is nem lehet, kész. Hát akkor az anyuk picsáját, ja és a másik fele, hogy a kórháznak kellene ezt leszerveznie szerintük. De már most ebben az a szép, hogy a kórház szerint meg nekünk kéne leszervezni. Most akkor ki az illetékes? Kezi csókolom. Na mindegy. Na, ennyit akartam mára, kidőltem magam. Majd beszélünk, addig is like, comment, feliratkozás, esetleg egy kis donation a kerítésünk, és akkor legközelebb remélem nyugisabb körülmények között. Kis bye everybody.